számításaink szerint néhány másodpercen belül a képernyőn is feltűnik, hogy egy picit jobbra kacsintanak. Igen, ott van hátul egy különleges autó. Az autó vajon hogyan is kerül a golfpályára? Hát egyrészt engedéllyel, Pólus Péter engedélyével, a másik pedig az, hogy 70 millióan golfoznak már manapság a világban, és a leggazdagabb játékosok a sportban a golfozók. Tiger Woods az 1 milliárd dolláros álomküszöböt is elérte már, és vannak közöttük jó néhányan Dél-Amerikában, Dél-Afrikában, akik olyan körülmények között élnek, olyan országokban, ahol a közbiztonság nem a legjobb. Nos, hát ezt a különleges csodát, ami másodperceken belül itt megáll, a golfozóknak, és hát nem csak a golfozóknak találták ki természetesen, hanem az olyan gazdag embereknek, akiknek védelemre van szükségük. De hogy a golfozók is használhatják ezt az autót, ennek a jelét már láthatják is, hiszen stílszerűen a Pólus Palaszban egy golfbag az autó hátuljából, ami előkerül. Nos, hát többet szakember nélkül nem beszélünk. Itt van mellettem ugyanis Nyers Marcell, az összes titkot ő fogja elárulni. Hát igen, ugye a titkok azok kívülről nem látszanak. Ugye valaki ránézett az autóra, nem láthatja semmi különlegeset. Beülve sem. Ami nem látszik, hogy van egy 22 mm-es páncélozott üveg, ami ugye kézi maroklő fegyverek ellen véd, tehát 44-es magnum ellen például golyóálló, ezen kívül bent van egy kommunikációs eszköz, amivel a bentülők tudnak kifele kommunikálni, akár ellenőrzés során, akár határátlépésnél, akár különösebb veszély esetén. A kommunikációs rendszer így működik, nem kell, megnyom ezt a gombot, nem kell engedni az ablakot, és így megelőzik az ilyen kamutámadásokat. Ezen kívül el van helyezve az autóban egy pánikgomb, ami ugye megnyomására bejelentkezik a központba, ahol a központban segítséget lehet kérni, lehet mondani, hogy mi a probléma, hogy akár baleset történt, vagy megtámadtak esetleg a benne ülőket. De igazából az autó különlegessége nem csak az, hogy páncélozott, hanem úgy kéne elképzelni mindenkinek, hogy olyan, mintha egy Forma 1-es autóba ülnénk. Tehát hosszú távú utazások alkalmával nagyon-nagyon sokat segít, hisz ugye az emberek fáradtak, ha esetleg bármilyen baleset történik, a bent ülők igazából nem sérülnek, ugyanis olyan, mint egy bukortér venni őket körül. Ugye emellett annyit érdemes tudni az autóról, hogy körülbelül 300 kilóval nehezebb, mint a hasonló nem páncélozott típus. 6,1 másodpercre a gyorsul 100-ra, van benne egy 4700 köbcentis motor, tehát igazából hosszú távra nagyon-nagyon jó az autó, és amint láttuk, kényelmesen még a golftáska is elfér benne. Nos hát, megmutattuk önöknek az egyetlen Magyarországon használatos páncélautót, amelyben természetesen benne van most a golf bag, és a következő adásokban is a luxus különleges jegyeivel fogjuk önöket majd elkápráztatni, legalábbis addig, amíg március-áprilisban újból be nem indul a magyar golf élet.